Föld felszínén természetes formájában fellelhető kőolajat már az ókorban is ismerték és használták. Hogy csak néhány példát említsünk, Mezopotámiában gyógyszerként és kozmetikumként, Babilonban aszfaltként, a házak és utak köveinek összeragasztására, Rómában pedig hajóépítésre. Később, már a középkorban a bizánciak és a velenceiek a tengeri csatákban, mint fegyvert vetették be a naftánnak nevezett kőolajból készült görög tüzet. Egészen a 19. század közepéig megmaradt a kőolaj, főként haditechnikai és orvosi felhasználása. Ekkor az iparosodás, a nagyvárosokban a közvilágítás megjelenése, majd Nikolaus August Otto találmányának, az Otto motornak a feltalálása miatt addig soha nem látott mértékben kezdtek petróleumot, benzint, gázolajat és kenőanyagokat használni, ami hatalmas lendületet adott a kőolajfeldolgozás fejlődésének. A kőolajfeldolgozó és finomító feladata, hogy kezelje és felügyelje azokat a berendezéseket, amelyek segítségével az alapanyagként beérkező kőolajból üzemanyagokat, kenőanyagokat, különféle olajszármazékokat és a petrolkémiai ipar által használt alapanyagokat állítanak elő. Munkája során először átveszi a beérkezett nyersolajat, elvégzi a feldolgozási folyamat előtt a szükséges méréseket. Beállítja és elindítja az adott gépeket, például a lepárló berendezést. A gyártási folyamatot végig nyomon követi. A kőolaj feldolgozása közben tartályokban ülepíti az olajat, majd a szennyeződéseket eltávolítja. A kőolaj párlattal sokféle módon foglalkozhat, esetenként vegyszerekkel kezeli, hűti, tárolja azokat. A párlatot különféle fizikai és vegyi eljárásokkal finomítja. Részt vesz a gőzformájú benzinpárlat csepp folyósításában. Kezeli a szivattyúkat, amelyek segítségével az olajat és az elkészült származékokat az üzemen belül szállítják. A kőolajfeldolgozó és finomító üzemekben a szakember olyan gépekkel, berendezésekkel és eszközökkel dolgozik, amelyek a nyersolajfeldolgozásához szükségesek. Emellett használja a különböző eljárásokhoz szükséges vegyi anyagokat is. A munkája során előállított anyagokat tárolni és szállítani kell, ehhez szivattyúkat és tartályokat használ. Emellett mérőműszerekkel és irodatechnikai eszközökkel is dolgozik. Ez a szakma azért fogott meg, mert az iskolai tanulmányaim alatt elkezdtem tanulni kémiát, és megszerettem ezt a tantárgyat, és a finomító közelsége a lakhelyem ez kézenfekvővé tette azt, hogy Szászlón Battára a vegyipari gépésziskolába jelentkezzek. Munkájához mindenképpen komoly felelősségtudat kell, hiszen a feldolgozó üzemekben működtetett gépek és berendezések nem megfelelő használata súlyos következményekkel járhat. A figyelem és a technológia, műszaki kompetencia is fontos a gépek és berendezések kezeléséhez. Szükséges képesség még a kitartás, mivel a munka egy idő után monoton, egyhangú lehet, a fizikai erőnlét és a csapatmunka, mert sok egyéb területen dolgozó szakemberrel kell együttműködnie. Ebben a szakmában az a szép, hogy lehet csapatban dolgozni, szükség van kreativitásra, változatos, minden napra jut valami újdonság, mindig bevezetnek új technológiákat, amiket meg kell tanulni. A kőolajfeldolgozó szakma egyik legszebb, vagy legkihívóbb része. Itt bármikor bejövünk, bármi történhet. Két egyforma nap nincs. Erre külön készülni is kell. Az évek alatt, amit itt dolgoztam, nagyon sok tanfolyamon, kompetenciafejlesztő képzésen vettem részt, hogy ezt a feladatot jól el tudjam látni. A szakember munkáját zárt térben és szabadban egyaránt végezheti. A csarnokszerű üzemekben történik a kőolaj feldolgozása, finomítása, azonban az anyagátvétel, az anyagszállítás már kint a szabadban zajlik. A kőolajfeldolgozó finomító munkája nehéz fizikai munka. A munkavégzés során a szakembernek fokozott óvatossággal kell eljárnia, mert amellett, hogy a kőolaj és annak származékai, az emberi egészségre ártalmas anyagok, amik allergiás reakciót is kiválthatnak, rendkívül gyúlékonyak is. A lepárlás során keletkező gáz ártalmas lehet a légutakra. Az üzemekben nagy lehet a zajártalom, és a gépek, berendezések balesetet okozhatnak. Védőfelszerelések használata, a balesetvédelmi előírások betartása kötelező, ezáltal a sérülések esélye a minimálisra csökkenthető. Mivel hogy itt kőolajat finomítunk, kőolajat kell felhevíteni akár 400 fokra, azért érthető, hogy
nagyon, nagyon veszélyes üzemekről beszélünk. Éppen ezért a munkavédelmi előírások nagyon szigorúak, amint látható rajtam is sisak van, üzemi területen szemüveget, védőkesztyűt, hangos területen fülvédőt kell használnunk, illetve nagyon-nagyon sok munkavédelmi szabályt kell betartanunk. Egészségügyi elvárások az épp látás, térlátás, teljes látótér, a precíz munkavégzéshez, épp mozgásrendszer a munka fizikai követelményei miatt, épp kar, kéz és ujjak, ami szükséges a gépek megfelelő működtetéséhez. A kémiában úgy gondolom, hogy az alapfoknál magasabb szinten jártasnak kell lenni a kémiában, ugye fizikában is, mert ugye azért itt gépekkel dolgozunk, de ezeket a tulajdonságokat vagy tudásokat az évek folyamán rutinszerűen elsajátítjuk, tehát ezek úgy beleívódnak az emberbe. A munkakör betöltéséhez legjellemzőbben a fluidum kitermelő részszakképesítés megszerzése szükséges. A képzés megkezdésének feltétele az általános iskolai végzettség, valamint egészségügyi követelményeknek is meg kell felelni. A fluidum kitermelő szakképesítés iskolarendszeren kívüli felnőtt képzésben tanfolyamon szerezhető meg, melynek során a képzés óra száma 480 és 720 óra között változhat. A képzés során a tantárgyak többsége bányászati alapismeretek megismerésére, valamint a fluidum kitermelő feladatokkal kapcsolatos ismeretek elsajátítására irányul, a gyakorlati órák aránya 60%. Aki érettségével rendelkezik, az a fluidum kitermelő technikus szakképesítést is megszerezheti. Ebben a szakmában az átlagos havi bruttó kereset 395 és 480 ezer forint között mozoghat. Ez függ a munkahely magyarországi elhelyezkedésétől, a cég piaci helyzetétől, a munkavállaló tapasztalatától. A magas technikai tudással rendelkező, a szakma iránt elhivatott és legalább egy idegen nyelvet beszélő szakemberek keresettek a szakmában. Ha egy fiatal pályakezdő komolyan gondolja, hogy ebbe a szakmába szeretne dolgozni, én úgy gondolom, hogy egy életpályát tud itt eltölteni. Ide jön, megfelelő kompetenciákkal, iskolai végzettséggel elkezd dolgozni, majd a finomítón belül is különböző iskolákat tud tovább végezni, és ezeknek az iskoláknak az elvégzése után különböző pozíciókban tud dolgozni. Ugye a három műszakos és a két műszakos fizikai állományból nagyon sok kollégánk van, akik a főiskolai és egyetemi végzettség megszerzése után vezetői pozícióba kerültek. A foglalkozásról további részletek találhatók a Nemzeti Pályorientációs Portálon. Készült az Európai Unió támogatásával, a Nemzetgazdasági Minisztérium megbízásából.